A DK szerint Varga Mihály ma elismerte, jövőre lehet, hogy egy fillér uniós pénzt sem kap Magyarország. Molnár Csaba úgy véli, a pénzügyminiszter ezzel együtt azt is elismerte, hogy Orbán Viktor az uniós zsarolásával a magyar embereket löki még mélyebb válságba. Skype-on kapcsoljuk Molnár Csabát. Valóban Molnár Csabával folytatjuk, a DK uniós képviselőjével Skype-on keresztül fogunk tudni beszélgetni, ha minden igaz. Jó estét kívánok! Így igaz, jó estét kívánok, ez egy sokkal. Ugye Varga Mihály azt is nyilatkozta, nem túl optimista előrejelzés, hogy 6,4%-os gazdasági visszaeséssel 1700 milliárd forintnyi államháztartási bevétel kieséssel számolnak, és a költségvetési deficit 9% körül lehet majd az év végén. Ha ez a prognózis megáll, akkor nem lenne logikus azt, hogy miért engedi el a kormány az uniós pénzt? Mi ennek az ellentmondásnak a feloldása ön szerint? Szinte lehetetlen megérteni, legalábbis felelősen gondolkozó politikusként vagy polgárként, hogy mit művel ebben a helyzetben a kormány, hiszen a pénzügyminiszter, bár szerintem amiket mondott, még mindig inkább rózsás becslések, a valóság ennél jó néhány százalékkal rosszabb lesz. Ugye gondoljunk bele, nyáron még azt mondta a jegybank elnök, hogy nem lesz gazdasági visszaesés Magyarországon, szóval ez szerintem még mindig nem az igaz számok, de ha ez lenne, az is azt mutatja, hogy olyan méretű baj van, amihez minden mentővet meg kéne ragadni. Ugye az európai uniós pénzeknek az a jelentőség az összes többihez képest, hogy egyrészt ennek a jelentős része ingyen pénz, támogatás, nekünk nem kerül semmibe, ami pedig hitel, azok tulajdonképpen kamatmentes vagy icipici kamattal együtt járó hitelek. Annyira meg van őrülve a magyar politikai vezetés, a miniszterelnök és köre, annyira folytatja ezt az eszement szabadságharcot az unióval szemben, és nyilván nem akarja, hogy bevezetésre kerüljön a jogállami kritérium, hogy még erről is lemondanának, és helyette 30 évre eladósítanak most minket egy frissen felvett 900 milliárd forintot érő devizát. Pont erről akartam kérdezni, ugye múlt pénteken egyébként csak itt széljegyzetként derült ki Orbán Viktor pénteki rádióinterjújából, hogy hát igen, felvettünk egy hitelt, és ott tényleg ezzel indokolta, hogy Magyarország annyira stabil, hogy a piacról fel tud venni hitelt, és egyáltalán nem szorulunk az unióra. Egyébként ott azt is elmondta, hogy csak hitel van az uniós koronavírus csomagban, amiről ugye nem mondta, hogy a fele nem hitel. Így a miniszterelnök egész egyszerűen nem mondott igazat. Ennek egy jelentős része visszanemtérítendő támogatás, ami pedig hitel, az jóval kedvezőbb kamatozású, mint amit a piacról tudunk felvenni. Egészen elképesztő, amit ön mond, hogy mint egy véletlenül tudomást szerzünk arról, hogy Orbán Viktor, aki korábban semmi másról nem beszélt, mint hogy hitelt felvenni, az maga az öngyilkosság. A végén még az IMF karjaiba esünk, ugye valahogy így nyilatkozott. Ráadásul a hiteleken belül is a devizahitel a legeslegrosszabb, az egyik pillanatról a másikra egy irgatlan 30 éves devizahitelbe hajszolta bele Magyarországot. Gondoljuk bele, 2050-ben fogjuk még ezt törleszteni. Az akkori átlag magyar emberek nem fognak emlékezni az Orbán kormány nevére. Rég feledésbe merül Orbán Viktor, mint miniszterelnök, de még nyögni fogjuk a hitelt. Chuck Norris 110 éves lesz 30 év múlva, és még 10 fogjuk. Mondjuk ezt a viszonyítási alapot én nem számoltam ki. Ezt nem számoltam ki, hogy Chuck Norris akkor hány éves lesz, de mi van akkor, hogyha ez egyszerűen csak egy politikai, taktikai eszköz volt? És még mindig fizetjük ezt a hitelt. Szóval nem tudom úgy leírni, hogy megértsük ennek a jelentőségét, hogy mit művel velünk a magyar miniszterelnök, pusztán azért, mert nem fogadja el azt a tényt, hogy január 1-től az a kormány, amelyik lop, az nem kaphat uniós támogatást. Mi van akkor, képviselő úr, csak egy kérdés, mi van akkor, hogyha ez egy politikai akció része volt csak ez a hitelfelvétel, és abban gondolkodik a kormány, hogy megmutatjuk az uniónak, hogy mi nélkülük is gazdaságilag stabilak vagyunk, egyébként meg majd egy jobb kamatozású, előnyösebb uniós hitellel ezt kiváltjuk. Nézze, mindenki tudja, hogy Magyarország képes hitelt felvenni, de nem nagyon van olyan európai uniós ország, amely ne tudna hitelt felvenni. Más kérdés az az, hogy létezik-e olyan ország, aki hajlandó az adófizetők pénzéből drágábban finanszírozni magát, mint amennyiben egyébként az Európai Unió segítségének az elfogadása kerülne. Szerintem nincs még egy ilyen rajtunk kívül, mindenhogy nem is csinálja ezt rajtunk kívül senki más. Az igazi probléma az az, hogy Orbán egy elképesztően egyértelmű üzenetet az egész Európának, meg leginkább nekünk magyar embereknek. Az pedig így szól, hogy az uniós pénz az ő játszótere, az neki jár, a barátainak és az üzletfeleinek, mészárosoknak, garancsiknak, és hogyha azoknak nem lehet adni,
akkor inkább ne kapja meg senki. Bocsánat, hogy így fogalmazok, de Magyarországon ezt úgy szokták mondani, hogy ez a dögöljön meg a szomszéd tehene mentalitás. Ha én nem kaphatom meg, akkor ne kapják meg mások. Az unió... A magyar emberek, a magyar önkormányzatok. A vétóval kapcsolatban ön úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor ezt csúnyán benézte, egy olyan csatában vergődik, amit már elvesztett, de még utoljára körberugdos mindenkit. Biztos, hogy most nincs azon a háttérben valamilyen munkálat, hogy azért ezt win-winre úgy kihozzá, főleg a német elnökség alatt, hogy azért mindenki ezt győzelemként adhassa el otthon, ahhoz ez általában lenni szokott a brüsszeli egyeztetések során? Nézzek, az, hogy lesz január 1-től jogállamisági feltétel, magyarra fordítva, aki lop, az nem kaphat pénzt. Az teljesen biztos, ez a tanácson átment, ez január 1-től lesz. Ezen túl vagyunk, ez tény. A kérdés az, hogy ezért kvázi bosszúként az Orbán féle magyar vezetés meg tudja-e vétózni a közös uniós válság segélycsomagot és a közös uniós költségvetést, és most ez a zsarolási szakaszban, vagy ebben a blöffölési szakaszban van éppen az Orbán kormány. Egy dolgot tudok önnek biztosan mondani. Lehet, hogy vannak kompromisszumkészebb kormányok Európában, mert én nem nagyon látok most ilyet. Nagyon egyértelműen minden miniszterelnök azt mondta, hogy ők nem engednek, mert ez lehetetlen. De ha mégis lenne, a nap végén a költségvetésről az Európai Parlamentnek kell döntenie. Márpedig az Európai Parlament valamennyi frakcióvezetője a múlt héten egy közös nyilatkozatban azt mondta, hogy még tárgyalni sem hajlandóak arról, hogy egyetlen egy betű vagy vesző változzon a jogállamisági kritériumról szóló szövegben. Pedig a végén ugye a parlament fog majd dönteni. Lehet, hogy lesznek szépségtapaszok. Lehet, hogy Orbán majd ki tudja járni azt, ez most a legviccesebb ezt hallani, hogy belekerüljön a szövegbe, hogy de meg lehessen támadni bíróságot, ha születik ilyen döntés. Azért vicces, mert az unió alapszabálya szerint mindig minden döntést meg lehet támadni bíróságon, mert ez jogállam, ahol az államigazgatás döntéseit meg lehet támadni bíróságon. Szóval lehet, hogy belekerülnek szépségtapaszok, amivel Orbán megpróbálja majd nekünk magyaroknak eladni, hogy döntetlenre hozta ezt a meccset. De nekünk muszáj látnunk, ezt abban a pillanatban veszítette el, amikor elindította. Orbán veszítette, a magyar emberek pedig nyertek, ez most már tény, ezen nem lesz változás. De hogyha belekerül mondjuk ez, hogy meg lehet támadni a döntést bíróságon, az olyan értelemben egy előny a kormánynak, hogy ezt gondolom jó sok hónapra, évekre elodázza ezeket a döntéseket. Ez sajnos, illetve a kormány szempontjából sajnos nem így van. Ugye mondtam, hogy most is minden döntés meg lehet támadni bíróságon, de ez egy kommunikációs szépségtapasz lesz, amit az ATV nézői majd nem hisznek el, de az Origó olvasói lehet, hogy elhisznek, mert azt hazudják neki, hogy egyébként nem lenne jogorvoslat, mikor egyébként is van, de a lényeg a következő. Semmilyen bírósági megtámadásra egy uniós döntésnek nem halasztóhatályunk. Vagyis ha a bíróság egy év múlva dönt, akkor az még abban a pillanatban hatályba lép, amikor a szankciót kivetik. Később lehet persze, hogyha az jogellenes volt, hogy a bíróság megváltoztatja. De mondom még egyszer, minden uniós döntésre igaz ez. Orbán azért szeretné ezt beleiratni a szövegbe, hogy úgy tűnjön, hogy ő is nyerte egy kicsit, ezért mondom el jó előre önöknek, az ATV nézőinek, hogy nem erről van szó. Vagy mondok még egy példát. Most azt rebesgetik, hogy Orbán abban bízik, hogy cserébe a németek segítenének neki a hetes cikke szerinti eljárás leállításában. De az Isten szerelmére. Abban a pillanatban, ahogy létrejön ez az új mechanizmus, január 1-ével a jogállamisági mechanizmus, onnantól kezdve már érdektelen, hogy mi van a hetes cikke szerinti eljárással, az most már nem fontos. Az addig volt érdekes, míg nem létezett ez az új mechanizmus. A hetes cikke szerinti eljárással ugyanezt az eredményt el lehet érni, csak nagyon nehezen, mert ott egy hangú szavazás kell. Csak egy gyors villámkérdés a végére. Arról, hogy Brüsszelben milyen visszhangja van annak, hogy George Clooney-val vitatkozik a magyar kormány, és hát Varga Judit igazságügyi miniszter meghívta őt kávézni, hogyha Budapesten jár. Ez ott megüti az inger küszöböt? Én benn voltam ma a parlamentben, mert hozzászóltam az egyik vitában, itt pont a magyar kormány szlovéniai média vásárlásai kapcsán volt egy fontos vita az Európai Parlamentben, és ott több képviselővel beszélgettem, most ugye ilyen járványügyi távolságtartás, úgyhogy nem olyan könnyű a folyosói beszélgetés, mint korábban, és ketten is felvetették nekem ezt, hát hogy mondjam önnek finoman, csak azért nem látszott az arcukon az óriási nevetés, mert maszk volt rajtuk. Szóval ez már a
a megalázó vicc kategória, amit ebben az ügyben a magyar kormány csinál, hogy egy egyébként híres, ismert hollywoodi színésszel vitatkoznak a magyar kormány miniszterei, és azt mondják, hogy ne beszéljen bele, mert nem ért hozzá. Nem lehet ezt minősíteni másképpen, mint egy totál vesztesnek az utolsó egyébként nevetséges kapálózását, hát így is minősít. Molnár Csaba, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. További szép estét kívánok. Köszönöm. Önök pedig nem menjenek messzire, mert hogy a reklám után többek között Komjáti Imrével és Szél Bernadettel folytatjuk.